Rövid vers, pontos megfogalmazás, tökéletes leírás egy lelkiállapotnak. Ezt tetszett meg a Még ez egyszer című aranyversben, mintha csak egy kortárs költő művét olvasnám. Mai diákok körében nagyon elhíresült, elterjedt, hogy nem szabad kimutatni a fájdalmat, a sebeket. Pedagógiai szempontban nem lenne nagyon jó, hogyha ezt a verset mutatnák, hogy egy ekkor ember is el tud szenvedni fájdalmat, sérülést? Hát bizonyos, hogy fontos lenne, ugyanakkor ez is arról szól, hogy ez egy belső vérzés, tehát amit nem mutat. Egyedül a nagyvilágban, ezerek közt egyedül, ez egy nagyon mai életérzés, sőt, hát ugye egyre nagyobb nyüzsiben élünk, már ő úgy érezte, hogy ezerek között van egyedül, és hát az akkori forgalom, az akkori megismert embermennyiség, az egyáltalán nem fogható a maihoz. Ahány emberre találkozunk, vagy legalább virtuál találkozunk, vagy úgy teszünk, mint a találkoznánk, vagy valamiféle sziluettjével találkozunk. Tehát ennyiben nagyon, nagyon kortársi az érzés. De itt is arról van, tehát az a paradox, amit Arany János nagyon gyakran megcsinál, hogy tudom én, az elveszett alkotmányban azt írja, hogy estval a szép nyár, és bekár, hogy nem jöve költő. Ugye, de ezt egy költő írja, és itt is tulajdonképpen egy belső történet van leírva, amit senki se lát, de mindenki látja, mert le van írva. Tehát, hogy ezt a paradoxont gyakran valósítja meg. Az is nagyon érdekes egyébként ebben a versben, hogy a dalom fájdalom egy picit nem olyan végletesen, mint a József Attilának a születésnap omrájában, ahol csecsebecse, tehát ugye saját kínját, meg tulajdonképpen a saját halálát, vagy annak a küszöbén lévő lelki állapotát, azt úgy írja meg, mintha ilyen kis bugyuta sanzon lenne. Szinte direkt kikalapálja. És itt is, hogy a dalom fájdalom, ez egy olyan rím, amit hogy mondjam, jó kedvében enged meg magának valaki, mert annyira mondhatni túl jó rím, majdnem közhely rím már, és egy picit van benne egy ilyen, hát nem mondom, hogy önkiröhögés, mert azt azért túlzás lenne, de hogy itt is kikacsint Arany János, és azt mondja, hogy hát most szenvedek, és közben megmutatom, és belül szenvedek, és közben nektek megmutatom, hogy szenvedek, és röhögnék rajta, hogyha volna hozzá kedvem, és ehhez képest inkább azt, még azt a szorosabb formát, amit így kialakít magának, azt is elszegi ezzel, hogy ez egyedül a nagyvilágban, ezerek közt egyedül, ami se nem rím, se nem struktúra, hanem egyszerűen egy ilyen, kicsit mint egy ilyen elhaló sóhaj, vagy egy ilyen ismétlés, vagy egy varázsige. Mert ugye ezekben a nagyon ősi primitív műfajokban létezik az, hogy igazából megismétlem, hogy egyedül, és ettől remélek valamiféle feloldozás, mert azt mondják a pszichológusok, hogy egyszerre nem lehet énekelni és szorongani, mert az éneklés kiontja a szorongási központot az agyban, és ez is, mintha ez az ősi mormoláshoz, énekléshez, udorászáshoz menne vissza, hogy amikor már elviselhetetlen fájdalom, amikor már nem tudja strukturálni, amikor már nem tud egy keretet adni neki, akkor így szépen megpróbálja ilyen elhalóan ismételgetni. Izgatott a kérdés, hogy mi az összefüggés a szerző lelkiállapota és a műben megjelenő érzések között. Ezért felkerestem valakit, aki nem csak az irodalmár szemével nézi a verseket. Egyedül a társaságban, ezrek közt egyedül. Ez mennyire utalhat? Ugye beszéltünk a művészi magányról, de ugyanakkor az, hogy Európában egy Magyarország nem tudja megtartani teljesen a függetlenségét, ugye leverik, pedig ugye volt a forradalmak tavasza. Ez utalhat esetleg arra, hogy az országok között egyedül Magyarország az, aki még próbál küzdeni a szabadságáért, vagy ehhez hasonló, vagy ez ugyanúgy csak aranyról szól, és ő a fájdalmait kiadja. Azt gondolom, hogy ezeknek a szavaknak többféle olvasata lehet, valóban lehet egy társadalmi, nemzeti szintű olvasata, ugyanakkor tényleg lehet egy nagyon-nagyon személyes élménynek a megjelenése, és azt gondolom, hogy a társas magány jelenségét ennél szebben még sosem írták le. Tehát ezek a
ezek a szavak gyönyörűen kifejezik azt, azt az állapotot, amikor azt élem meg, hogy sokan vannak körülöttem, de igazából nincs senki, akihez tudnék kapcsolódni, akivel lenne egy mély, tartalmas kapcsolatom. És ez igaz lehet egyéni szinten is, de igaz lehet nemzeti szinten is. Ha ennyire sokan élik meg a társas magányt a mai generációban, akkor miért nem nyitnak többet egymás felé? Ez nagyon jó kérdés. A mai kultúránk, a mai társadalom nagyon erősen hangsúlyozza az egyéni sikereket, az egyéni boldogulást, az individualizmust. Azt látjuk, hogy igazából azokban az országokban érzik jobban magukat az emberek, ahol a társas kapcsolatok sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, ahol az emberek közötti bizalom szintje sokkal magasabb, ahol valódi, mély, tartalmas kapcsolatok tudnak kialakulni a kisközösségekben is, illetve nagyobb társadalmi szinten is.